Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár szerint az elért eredményeket csak együtt, cselekvő nemzetként tudjuk megvédeni. A célok elérése érdekében Magyarország nemzetpolitikai államtitkársága meghirdette, hogy 2022 a cselekvő nemzet éve lesz. Azt gondolom, hogy a legfontosabb nemzetpolitikai alap, hogyha egy erős Magyarországról tudunk beszélni. Hiszen, hogyha egy erős Magyarország létezik, az a határon túli magyarság számára is egy olyan biztos pont, olyan érdekképviselet, amely ki tud állni a határon túli magyarok érdekében, tudja képviselni az ő érdekeiket a különböző fórumokon. Ez lehet akár a Magyar Országgyűlés, ez lehet Brüsszel, illetve lehet a közép-európai összefogás. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárt beszélt az erős intézményrendszer kiépítéséről és megtartásának fontosságáról, a gondoskodó közösség erejéről és arról, hogy miként lehet a leghatékonyabban segíteni a magyarság szülőföldön való megmaradását. Potápi azt is hangsúlyozta, hogy az erős Magyarországra a külhoni nemzettársak, a nemzetrészek, a különböző régiók felnéznek és támogatást tudnak adni a célok eléréséhez. Minden tematikus évben más célokat hirdettek meg, de mindegyik mottója a nemzetben gondolkodás volt. 2012 óta vannak tematikus évek a nemzetpolitikában. Tavaly előtt a nemzeti összetartozás éve volt, tavaly a nemzeti újrakezdés éve, és az idei esztendő, a 2022-es pedig a cselekvő nemzet éve. Mindannyian tudjuk azt, hogy 2022-ben országgyűlési választások lesznek. Ezt a kérdést nem tudjuk megkerülni, és nem is akarjuk átpolitizálni a nemzetpolitikát, viszont úgy gondoljuk, hogyha a magyar emberek visszakaphatják, vagy felvehetik a magyar állampolgárságot, amivel szavazati jog is jár, akkor tartoznak annyi felelősséggel akár a szüleik, nagyszüleik felé is, hogy élnek ezzel a lehetőséggel, és hozzájárulnak ahhoz, hogy ne csak szimplán országgyűlésről beszéljünk, hanem egy nemzetgyűlési munkáról beszéljünk, hogyha a magyar parlamentre gondolunk. A felvidéken a kettős állampolgárság felvétele, vagy a magyar állampolgárság felvétele nem biztosított lehetetlen, hiszen ezt a törvények nem engedik meg. Mégis úgy gondolom, hogy a támogatásból a felvidéki magyar közösségek is részesültek, akár az oktatási intézményekre gondolunk, bölcsödékre, óvodákra, iskolákra, egyetemre, akár pedig az egyházi közösségi terekre vagy templomokra, vagy pedig a civil szervezetek napi működésére, amit szintén tudunk támogatni. Tehát nem igaz az, hogy a szavazatot vásároljuk meg, mert a felvidéki magyarságnak a döntő többsége Magyarországgyűlési választásokon nem tud részt venni. Potápi Árpád János kiemelte, hogy 2010 óta az a cél, hogy Magyarországot egy gyenge országból egy életerős, cselekvőképes Magyarországgá tegyék. Szavai szerint annak a munkának, amit 12 év alatt elvégeztek, már látszanak az eredményei, amelyeket együtt, egységesen, cselekvő nemzetként lehet megvédeni. Beszélt arról is, hogy több mint 5000 intézmény és szervezet tevékenységéhez járultak hozzá. A Kárpát-medencében és a világban több mint 300 ezer gyermek számára tették lehetővé a minőségi anyanyelvi oktatást. Emellett összesen 1600 templomot és egyházi intézményt építettek és újítottak fel, továbbá 1000-nél is több kárpát-medencei testvértelepülési kapcsolat kialakítását és megerősítését támogatták. A budapesti sajtótájékoztató végén bemutatták, egy a megtartó erőről szóló kisfilmet. Ez következik most. Most hát aki tud lelkesedni, és aki minden reggel úgy tud felkelni, hogy lelkesedik azért, amit csinál, és főleg, hogyha ez közösségi munkában fejti ki legalábbis részben, akkor úgy gondolom, hogy annak van értelme. Más helyzetben vagyunk, mint az anyaországiak, más helyzetben vagyunk, mint bármilyen többségi társadalom tagjai, de ennek nem csak hátrányai vannak, ennek előnyei is vannak. Úgy tapasztalom ennyi év után, hogy az emberek jól érzik itt magukat, van biztonsági érzetük, jó itt, és ez a lelkület úgy azért megnyilvánul. Mindenünk az összetartozás. Együtt gondolkodni, mert különben szétpotyogunk. Remélem, hogy majd nagyapa leszek is, hogy unokáim is magyarok lesznek, és táncolni fognak, vagy legalább ebbe a kultúrába tevékenykedni.
A néptánc egy identitástudatot ad, magyarság szempontjából is. Kodály is mondta, hogy a kultúrát nem lehet örökölni, azt meg kell tanulni, és csak újra tovább. És ez nagyon fontos, és azt hiszem, hogy ez a legnagyobb feladatunk. Azért a nemzeti sport a Székelyföldön a jégkorong, mert a legerősebb összetartó ereje van. Szívetek legyen a helyén, a korcsolyátok a lábaitokon, hajrá fiúk! Megalakult itt Füleken egy novgorodi fiatalok polgári társulás, akik pedig a havi közösségi életet éltetik, tehát mindig vannak magyar buliaik, mindig vannak fesztiváljaik. Ennek örülök a legjobban, hogy nem egy múzeum lett a magyar közösségi házból. Ezt átadták, mi pedig kötelességünknek érezzük, hogy mi is átadjuk nektek. Nagyon örülök én annak, hogy Dobronak ebben viszi a stafétabotot. Mindegyik gyermek sikertörténet, amikor már fel kell, és nem meghalni akar, és nem akarja azt, hogy ő ne éljen, már a sikertörténet. Embernek lenni, embernek megmaradni. Ez a legfontosabb célom az, hogy az ember maradjon. És milyen eszközökkel lehet ezt elérni? Hát szerintem itt az eszköz. Mikor én elmentem egy nénihez is, lent feküdt a földön, és újra tudtam éleszteni. Visszajött a kómából, és akkor én azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni, hogy én az embereken segítsek. Nagyon fontos a személyes kapcsolatok. Egy hálót kell létrehozni, a határokon átívelve kell újraépíteni a magyar nemzetet, hogy mi magunknak segítsünk. Erdődön élni, nekem szerintem, ahogy mindenki azt mondja, mindenki a legszebb hely ott, ahol születik, ott, ahol felnől. Én is itt nőttem fel, úgyhogy itt is látom a további életemet, a jövőmet, itt látom a családom életét. Szeretek határon túlni, magyarnak lenni. Hogyha néha egy Isten olyan volna, hogy el kellene menni, mindig azon volnák, hogy amint csak lehet, visszajönnék ide.